A bizonytalankodó felmérések és elemzések ellenére az amerikai elnökválasztás befutója végül nem hozott meglepetéseket. Barack Obama kényelmes előnnyel szerezte meg az elektori szavazatok többségét a republikánus Mitt Romney-val szemben. Szenvedélyes győzelmi beszédében az ország politikai megosztottsága ellen és a sokszínű demokratikus értékek mellett foglalt állást. Az országnak szavai szerint csak akkor van jövője, ha a polgárok a politikai, társadalmi és kulturális különbségeik ellenére is együtt tudnak működni. I believe we can seize this future together, because we are not as divided as our politics suggest. We're not as cynical as the pundits believe. We are greater than the sum of our individual ambitions, and we remain more than a collection of red states and blue states. We are and forever will be the United States of America. And together, with your help and God's grace, we will continue our journey forward. Barack Obama végül a csatatérnek bizonyuló államokban is győzedelmeskedett, hiába kereste fel Mitt Romney még az utolsó pillanatban is a kulcsfontosságúnak tartott Ohiót. A republikánus politikus elismerte vereségét és támogatásáról biztosította a Fehérház régi új urát. I have just called President Obama to congratulate him on his victory. His supporters and his campaign also deserve congratulations. I wish all of them well, but particularly the president, the first lady and their daughters. This is a time of great challenges for America, and I pray that the president will be successful in guiding our nation. Az óriási jelentőségű győzelem ellenére Barack Obamának nem lesz könnyű feladata második elnöki ciklusa alatt. Többek között az egyre növekedő munkanélküliséggel és államadóssággal, a nemzeti kongresszus politikai megosztottságával, illetve a háborgó Közel-Kelettel kell szembenéznie.